Tisztelt honfitársaim! Nagyon nehéz éveknek néztünk elébe akkor, amikor 2010-ben a kormányváltás után elkezdtük a kormányzást, úgy a kormány, mint a törvényhozás. Nehéz éveknek, hiszen egy majdhogy nem szakadékba zuhant országnak a zuhanását kellett megállítani, és a nehéz évek közül is bízom benne, a 2012-es volt a legnehezebb, amely éven most lassan túl leszünk. Ez azért volt a legnehezebb év, mert nagyon sok problémát örökölt a kormány, alapvetően adósságot örököltünk, és a rendszerváltás idején is nagyon sok elmaradást, rendszerváltás óta nagyon sok elmaradást nem sikerült még bepótolnunk. A nehéz évek, két nehéz év, úgy gondolom eljuttatta Magyarországot odáig, hogy talán megfordulnak a trendek, és most már kifelé tudunk jönni a nehézségeinkből. Miközben egész Európában és az egész világon gazdasági válságot figyelhetünk meg, miközben nagyon komoly adósságokat vállalva próbálnak a többi államok kikecmeregni a problémáikból, aközben azt láthatjuk, hogy mindezek ellenére 20-30%-kal csökkentik a fizetéseket, csökkentik a nyugdíjakat. A magyar kormány által választott út azonban nem ide vezetett. A magyar kormány olyan utat választott, hogy a méltányos közteherviselés keretében olyan szereplőket is bevonjon a terhek enyhítésébe, amely szereplők korábban nem vették ki kellő mértékben a részüket a közteherviselésből. Ennek eredményeképpen az elmúlt két évben, és ennek talán már valamelyest látszanak az eredményei, erőteljesen csökkent a magyar államadósság, emellett sikerült a nyugdíjak reálértékét megőrizni, emelkedik folyamatosan a minimálbér. Nagyon fontos eredmény, hogy a devizahiteleseknek óriási probléma volt, sikerült valamelyest legalább enyhíteni a terhüket. Ezen kívül a foglalkoztatást is sikerült növelni, és a év utolsó felének az egyik legnagyobb híre volt, hogy az önkormányzatok adósság terhét nagy mértékben át tudja vállalni a kormány. Ilyen szempontból, tehát ha az anyagi eredményeket nézzük, ilyen szempontból a 2013-as évünk jól kezdődik majd, hiszen éppen a napokban látott napvilágot az a hír, hogy a kormány 10%-kal csökkenti a gáz, a villanyáram és a távhőszolgáltatás árát. Ez éveken keresztül óriási politikai dilemma volt. Tudjuk, az elmúlt évtized kormányai mintegy tucatnyi alkalommal körülbelül 300%-kal emelték ezeknek a szolgáltatásoknak az árát. Lám szándék kérdése, illetve a közterek megosztásának formáján múlik, hogy meg lehet-e valósítani ezt az emberek mindennapi életét nagymértékben terhelő csökkentést. Persze nem csak anyagi természetű eredményeket ért el a törvényhozás és a kormányzat, hiszen elmondhatjuk 2,5 év kormányzás után, hogy van új alaptörvényünk. Elmondhatjuk, hogy a termőföldünket már alaptörvény szintű alkotmányos törvény védi, és talán az egyik legnagyobb vívmány, hogy az elmúlt évek törvényhozásának eredményeképpen a kettős állampolgárság lehetőségét sikerült kiterjeszteni. Ennek révén, ennek következtében a határokon túli, a trianoni határokon túl szakadt nemzettársaink ugyanúgy megélhetik a magyarságukat magyar állampolgárként, ahogyan az anyanemzethez tartozók megélik, és ezzel egy nagyon-nagyon régóta, 7 évtizede húzódó és az egész nemzetet érintő problémát sikerült megoldani. A rendszerváltás óta elodázott problémák megoldásában szintén nagyon sokat sikerült előrelépni, ha csak arra gondolunk, ami az utóbbi napoknak, illetve a kezdődő 2013-as évnek az indításakor jelentkezik, a közigazgatás teljes átalakítását elértük, és hát az egészségügynek, az oktatásnak, a nagy rendszereknek az átalakítása is a végéhez közeledik. A nagy rendszerek átalakítása egyébként általánosságban elmondható nagyon hálátlan feladat, hiszen egy ilyen nagy rendszernek az átalakítása az első időkben, az újdonsága miatt talán még növelés fokozza is a problémákat, még több probléma, még több gond adódik. Az eredmények pedig
nyilván késleltetve kicsit később jelentkeznek. Én bízom benne, hogy nagyon hamarosan mindenki megérzi, hogy ezek a nagy rendszer átalakítások mindannyiunk javát szolgálják. Egyszerűbb, jobb, emberközelibb lesz az igazgatás, az ügyintézés, embercentrikusabb tud majd lenni az egészségügy, és természetesen az oktatás is, mind az oktatásban szereplőknek minden rétege jobban fogja érezni magát, és eredményesebb lesz az egész rendszer. Képviselőként, országgyűlési képviselőként, ahogyan eddig is, természetesen a jövőben is mindannyiuknak rendelkezésére állok. A fogadóráimon nagyon sokan keresnek föl, persze a technika új lehetőségeit is nagyon sokan használják, akár az e-mailezés, akár a Facebookon történő kommunikációt említem, és természetesen ezeket a lehetőségeket továbbra is használhatja majd mindenki. Az önkormányzatainknak, a vállalkozásainknak, akár a pályázatok terén, akár a munkahelyteremtésben, megőrzésben természetesen továbbra is rendelkezésére állok, és hát ezzel közös munkával remélem, hogy sikerül további remek eredményeket elérni. Az év végével majd feltétlenül megkeresem önöket azzal, hogy milyen eredményeket is értünk el közösen. A új év hajnalán, új évhez közeledve azt szeretném üzenni önöknek, hogy nagyon nagyra becsülöm azt a megértést, türelmet, amit tanúsítottak a munkánk iránt, a törvényhozás és a kormány munkája iránt, és továbbra is kérem, hogy ilyen türelemmel, belátással, empátiával viseltessenek, hiszen óriási feladatot kell közösen megoldani. A közös álmok megvalósításához, a közös célok eléréséhez pedig mindenképpen közös erőfeszítésekre van szükségünk a továbbiakban is. A új év hajnalán végezetül engedjék meg, hogy mindannyiuknak nagyon boldog, nagyon kellemes és hát természetesen sikerekben gazdag új évet kívánjak mindannyiuknak, úgy a Pest megyei régi 4-es számú választókerület, mint a Pest megyei új választójogi törvény miatt átalakult 6-os számú választókerület minden kedves polgárának, mindannyiuknak.